Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Sokan mondják, hogy az élet nehéz, és hogy mennyire sok terhet kell hordoznunk. Jézus azonban nem mondja azt, nem ígéri azt, hogy nekünk nem lesznek terheink, nem lesznek nehézségeink az életben, de együtt hordja velünk az ő keresztjét. És ezáltal rámutat arra, hogy a mi igánk édes, a mi terhünk könnyű lehet, hogyha vele együtt hordjuk azt, mert nem vagyunk egyedül. Nem egyedül hordjuk a keresztjeinket, hanem Jézus már előttünk volt, előttünk járt, előttünk hordta a mi bűneink terhét is, hogy mi az üdvösség országába juthassunk. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Mit jelent Krisztus keresztjét hordozni a mi életünkben? Nagyon sok esetben a mi körülöttünk lévő világ egyfajta tabuként szokott tekinteni a megpróbáltatásokra, a szorongásra, a depresszióra, egyáltalán a kudarcokra, a keresztekre, a nehézségekre, a betegségre, a halálra. Ezeket az emberek igyekeznek maguktól távol tartani. Az, hogy milyen folyamatnak a következtében van itt jelen, az nyilván más és más válaszokat szül annak megfelelően, hogy milyen tudomány vizsgálja ezt. Az orvostudomány ugyanis alapvetően arra mutat rá, hogy az élet meghosszabbításának a munkájában ugye nagy eredményeket sikerült elérni, és ennek következtében az emberek hosszabb ideig élnek, ám de sok esetben egy tartós, hosszú élet folyamán más olyan fájdalmak is előjönnek, amik például mondjuk még nyilván gyermekkorban vagy a 20-as, 30-as éveikben járó személyeknél kevésbé volt jellemző az elmúlt évszázadok során. A szociológusok alapvetően azzal magyarázzák, hogy a társadalomnak az átalakulása és egyáltalán a társadalmi környezet megváltozása nagyobb szakadékokat eredményez a különböző generációk között. És a különböző generációk más és más módon közelítenek a szenvedéshez, a szomorúsághoz, a terhekhez, a keresztekhez. Amíg például egy idő számára természetes, hogy időnként vannak nehézségek, kereszteket kell hordozni, egy gyermek jobbára gondtalan. Mi a keresztény emberként a teológia gondolkodásában a kereszten gyakorlatilag azt értjük, ami egyfajta bűneinkért való teher, amelyet Jézus hord. Azonban ezzel párhuzamosan megjelenik egy másik kifejezés, hogy vegyétek magatokra igámat. Az iga, amikor mi így a hétköznapi értelemben vizsgáljuk, az gyakorlatilag azoknak a haszonállatoknak, amelyeknek az erejét használták, ugye ezek leginkább ugye szarvasmarha, de nyilván lehetett összvér, vagy éppen szamár, ló, stb., akiket befogtak gyakorlatilag, ilyen módon ösztönöztek arra, hogy húzza például mondjuk egy ekének a súlyát, és így gyakorlatilag igát hordoz. De az iga más értelemben gyakorlatilag párhuzamba állítható a törvénnyel, hiszen egyfajta keretet ad. És éppen ezért, amikor Jézus erről beszél, itt egy számunkra magyarban kevésbé értelmezhető szójátékkal találkozunk. Az én igám édes, az én terhem könnyű kifejezés, ugyanis egyszerre jelenti azt, hogy valamilyen terhet kapunk, és egyszerre jelenti azt is, hogy valamilyen törvényt kapunk. És ennek a párhuzamnak van egy ilyen áthallása is, hogy nyilván a törvénynek megfelelni, a törvény útján járni, a törvény szerint viselkedni sok esetben terhet jelent. És igazából ezeknek a terheknek nem a lerázása a mi célunk keresztény emberként, hanem hogy fölismerjük, hogy ezek az igák, ezek a törvények, ezek a terhek, amelyeket Istentől kapunk, ezek édesek és könnyűek. Fölismerjük-e automatikusan? Nem. Alapvetően
a keresztény embernek is egy utat kell végigjárnia, még fölismeri azt, hogy azok a parancsolatok, amelyeket az egyház tanít, azok hogyan válnak a mi boldogságunk részévé, forrásává vagy segítőivé. Ugyanis nagyon sok esetben az ember elfelejti, hogy Isten nem azért adja a törvényeket, nem azért tilt meg dolgokat, mert ezáltal úgymond ki akar zárni bennünket valamilyen jóból, hanem épp ellenkezőleg kereteket akar adni számunkra, hogy lehetőleg a kereteken belül megtaláljuk az őszinte boldogságot, megtaláljuk az őszinte elköteleződést, és így a kereteken belül maradva ne az legyen az elsődleges szempont, hogy hogyan tudom ledobni magamról a törvényt, hanem hogy ezek a keretek hogyan óvnak meg bennünket a törvényen kívüliségnek, a nehézségeitől, a keresztjeitől, a bűn fájdalmától. Ugyanis a bűn az gyakorlatilag a törvényen kívül helyezkedik el. Mit jelent tehát számunkra az iga megismerése, a törvény megismerése? Itt alapvetően nem csak arról van szó, hogy meg tudom-e tanulni a 10 parancsolatot, meg tudom-e tanulni, hogy mit jelent például a nevei parancsolat, hanem azt is jelenti, hogy megvizsgálom, hogy Isten miért adja ezt a parancsolatot az embernek. Nem csak azért, mert nem akarja, hogy mi ne váljunk gyilkosokká, és ezáltal nyilván annak a lelkiismeret furdalásnak a hordozóivá, hogy valakinek az életét kioltottuk, hanem azért is, mert ezáltal a mi életünket is, és mások életét is meg akarja óvni. Mert hogyha nem követne el senki gyilkosságot, ha ne ő parancsolat ellen gyakorlatilag senki nem vétkezne, akkor itt ebben a pillanatban most vége lenne minden háborúnak. Letennék a fegyvert, nem akarna másik ember ártani, senkinek sem, és a törvény szerint haladva, az édes igát, az édes terhet Jézusnak a törvényét hordozva, csupán a törvény parancsain belül a boldogságot próbálná keresni. Nagyon sok esetben a törvénynek a föladására próbál a világ indítani bennünket. Ez nem mostani jelenség. Sokan azt szokták gondolni, hogy a liberalizmus azért a felelős, hogy most az emberek nem akarják annyira a törvényt betű szerint megtartani. Nem erről van szó. Már régen is volt egyfajta ilyen tendencia, hogy az emberek igyekeztek úgymond a törvénytől távol tartani magukat, úgymond hitelteleníteni a törvényt, kicsikét vitatkozni azon, hogy melyik erősebb a törvények között. Ezzel Jézusnak is szembe kellett nézni, a farizeusok és az írástudók vitatkoznak azon, melyik az első a parancsolatok közül. Ha egy erkölcsi dilemma helyzetbe kerülnek, akkor melyik az, amelyik törvény fölülírja a másikat. Azonban Jézus megközelítése az igához, a törvényhez alapvetően az, hogy igazából minden törvény, minden olyan parancsolat, ami Istentől van, arra szolgál, hogy mi jobban kibontakoztassuk az Isten és ember szeretet parancsát. Ez a törvény szellemisége. Éppen ezért a keresztény ember nem úgy szemléli a parancsolatokat, hogy jaj, ez most arra indít engem, hogy kötelező ott lenni vasárnap a Szent Misén, mert benne van az Anya Szent Egyház 5 parancsolatában, hanem arra indít bennünket, hogy tudjunk találkozni közösségben Jézussal, tudjuk fölismerni, hogy ő ott van számunkra az oltári szentségben, tudjunk és akarjunk is találkozni vele a szent áldozásban, és akarjuk az Úrnapját megszentelni a Szentírás hallgatásában, az arról való elmélkedésben, tovább gondolkodásban és nyilván a küldetésben is. Jézus tehát akarja, hogy mi kicsit átgondoljuk, milyen törvényünk, milyen igánk van. És ne azon kezdjünk el morfondírozni, mint ahogyan a világ sokszor sugallja, hogy hogyan lehetne ezekből a törvényekből feladni. Ha világot nézzük, alapvetően az a tendencia, hogy azok a közösségek, azok a keresztény, katolikus közösségek, amelyek elkezdenek úgymond a liberális irányba elfordulni Isten törvényeitől, szerte foszlanak. Ám akik újra visszatérnek a törvényhez, visszatérnek Isten parancsaihoz, azok megmaradnak. Mert látják, hogy Jézus nem akar fölösleges terheket rakni a vállunkra. Édes igát, édes törvényt akar adni napról napra mindannyiunknak, hogy tudjuk jobban szeretni egymást, tudjuk jobban szeretni őt, és bátor tanúság tételünk által ebben a világban ne a káosz,
hanem Isten rendje és szeretete uralkodjék, legyőzve mindazt, ami rossz, mindazt, ami bűn, mindazt, ami kívül helyezkedik Isten törvényén. Amen.